Kedves kolléganők, kedves kollégák, szeretettel köszöntök mindenkit. A mai alkalommal a címet, ha elolvasnák, akkor látják, részint a csontpótlásokról szeretnék néhány gondolatot elmondani. Részint egy eléggé sajátos, különleges implantációs esetünket mutatnám be. Mielőtt elkezdeném vetíteni a diákat, azért néhány gondolatot szeretnék arról szólni, hogy készülünk szeptemberbe a fogpótlásai társaságnak is a kongresszusára, amit két évente szoktunk megtartani, és nézelődtem széllyel az interneten, hogy milyen előadások vannak, rengeteg szóróanyagot kapunk, hogy ki milyen rendezvényt tart, és hát meg kell állapítani, hogy nincs könnyű helyzetben a szakma, a fogorvosi szakma, mert borzasztó mennyiségű közlemény, borzasztó mennyiségű előadás, webinárium érhető el, és lehet meghallgatni őket. És hát nem könnyű ezek között eligazodni, de ugyanilyen nehéz helyzetben vannak, látom, a betegek is. Tehát sokszor jönnek a rendelőbe, és akkor ők is megnéznek valahány videót, és akkor nem azt mondom, hogy felkészültek, hanem felkészültnek, szeretnének látszani, és néha konkrét igényeket fogalmaznak meg, hogy ők akkor látták, és akkor ők mit szeretnének, de látva a videókat, és az olvasva a különböző rendezvények összefoglaló füzeteit, abszolútjait, a marketing anyagokat. Tehát nagyon nehéz kiigazodni abban, hogy melyik előadás, melyik szerző, meg mennyire megalapozottak ezek a gondolatai, és mennyire segíti a munkát. Tehát úgy röviden összefoglalva, mielőtt még elkezdenék én is egy előadást végigmondani, azt mondom, hogy a fogorvosoknak is, és a betegeknek is nehéz helyzete van, mert olyan mennyiségű információ van most az interneten fent, hogy abból nagyon nehéz kiigazodni, és nagyon nehéz azokat a gondolatokat helyesen értelmezni, amik valóban segítik a munkánkat. Hát biztos, hogy a világban rengeteg kutatás folyik minden szakterületen, ezeknek talán manapság az egyik legújabb terület az a mesterséges intelligencia, de nyilván ma még nem erről szeretnék beszélni, hanem akkor visszatérek ide a címbe, hogy én szeretnék bemutatni egy érdekes esetet, amit a kortilog implantátum segítségével valósítottunk meg. Ez, én azt gondolom, azért érdekes ez az eset, mert az, hogy van Magyarországon és Debrecentől nem túl távol egy olyan cég, akivel egyedi fejlesztéseket lehet megvalósítani, az egy sajátos lehetőségeket biztosít bizonyos betegeknek. Nyilván megvannak a rutineljárások, amiket fogászatban és a sebészetben alkalmazunk, de vannak olyan helyzetek, ahova ilyen egyedi jellegű megoldások szükségesek, és én azt gondolom, hogy az, hogy Magyarországon van egy olyan cég, aki itt gyárt és tervez bizonyos speciális elemeket, ez mindenképpen sokat segíthet a betegellátásban, és a orvosoknak és a betegeknek a munkáját nagy mértékben segítheti. Először csak néhány gondolat arról, hogy mikor elkezdtem dolgozni, akkor itt a bal oldalon látható eszközök voltak még forgalomban, hogy a kivető pótlásokat, amelyek nehezen rögzíthetők voltak, hogy tartsák helyben a betegek. És jobb oldalon pedig egy másik kép látható, a Debreceni Egyetem sebészete előtt készült a kép, és a pirosan bekarikázott úr annak idején, 1935-ben itt a képaján látható, adott be egy szabadalmat, hogy ilyen jellegű implantátumokat készítettek, és itt vannak az eszközök, és fent láthatók az implantátumok, amiket betegek néha alkalmaztak.
hogy egy ilyet készítettek Debrecenbe egy fogtechnikussal. És itt van egy másik kép, amikor durván 30 év múlva a fogorvosi szemlében jelent meg ez a cikk, valaki beszámolt arról, hogy talált ilyen implantátumokat. Ez inkább csak azt jelzi, hogy nyilván vannak ilyen nagy nevek az implantológiában, külföldön is, Magyarországon is, tehát ilyen jellegű megoldást például Debrecenben is már szabadalmaztattak, 1935-ben nyújtották be ezt a szabadalmat, és látható, hogy 59-ben mutatták be ezeket az eseteket, tehát egy nagyon jó túlélést tudtak elérni már annak idején is. Tehát mondhatnám azt is, hogy nincs új a nap alatt, de talán ezt így nem így kéne megfogalmazni, milyen sok változás történt az implantátumok területén, az implantáció területén. Ezek a mi kezdeti próbálkozásaink voltak, amikor még ilyen szuperjesztás implantátumokat készítettünk, és látható, hogy ezek nagyon körülményesek, nagyon nehézkesek voltak, és később is alkalmaztuk egy ideig őket, amikor nagyon vékony, megtartott ácsont gerinc volt. Hát és ilyenek voltak a pótlások. Hát ezek nagyon régi eseteink, ezen lehet elmélkedni, hogy mennyire szép, mennyire jó, milyenek, de annak idején mindenképpen örültünk, hogy tudtunk ilyeneket készíteni. És akkor rátérnék erre a mostani esetre, amit szeretnék mutatni. Jött, megkeresett bennünket egy beteg, ő most 68 éves, kejlognátopalatoszkízis miatt többször műtötték, majd 2004-ben gyerekkorában, majd 2004-ben klinikánkon implantátumokat, dentimplantátumot helyeztek el a felső hálcsontba, és látható, hogy osznatív csontpótló granulátumot helyeztek el, kétoldali szinuszliftet végeztek a betegnél, majd elkészült a pótlás, általános betegség, az látható, hogy negatív, gyógyszerallergiá sincs, tehát más problémája nincs, de hát szegénynek ez is egy komoly, komoly probléma. Itt láthatók a képek, ami akkor készült, amikor az első pótlások elkészültek, és néhány műtét után, ez volt az a 2004-es pótlás, ott látható egyik oldalon, az a bal oldalon egy gömbretenció van, jobb oldalon meg két implantátum, amin egy ilyen kis szintén gömbretenszióval elhorgonyzott fogsor elhorgonyzására lett készítve. Itt látható a pótlás. Hát manapság nyilván ettől sokkal szebbeket készít mindenki, és itt látható a pótlás a műfogakkal együtt. És a beteg most keresett meg bennünket ebben az évben, esetleg a múlt év vége fele, hogy közben kiestek az implantátumai, és szeretne új pótlást, de implantátumokat szeretne még, hogy helyezzünk el. Tehát ilyen betegnél rendkívül körülményes megvalósítani azt, hogy lebenyeket képezzünk, szinuszliftet végezzünk el nála, és a röntgen alapján, a CT alapján láttuk azt, hogy látható a bal oldalon, hogy még valamennyi csont van az arcüregében is. Az volt a gondolatunk, hogy akkor a meglévő csontot valamilyen irányból a közepébe elhelyezzük az implantátumot, majd egy kicsit beforgatva a palátum fele kéne egy transgingivális elem, amivel a pótlást majd el tudjuk horgonyozni. Nem túl egyszerű volt a helyzet, most nyilván nem szeretnék részletre kitérni itt az egész tervezés procedúrájából, de mi a three-shape-es rendszert alkalmazzuk, és ez egy ilyen különleges egyedi pótláshoz nem olyan egyszerű alkalmazni a rutin megoldásokhoz kifejlesztett szoftvert. Itt látható a nyálkártyáról készült kép, és itt van az a kép, ami
talán legjobban mutatja az, hogy mit gondoltunk, hogy kb. Hova kellene elhelyezni az implantátumot. Sajnos az implantátum meg a meglévő csont az olyan irányban, olyan helyzetben volt, hogy maga a tenger, egyenesen jövünk ki az implantátumból, akkor a vesztibulon fele vezetné ki a gömbretenciót, ami eléggé megoldhatatlan helyzetet teremt. Ezért úgy gondoltuk, hogy a Bionika céggel együtt egy olyan megoldást választunk, hogy egy ilyen speciális transgingivális elemmel valamelyes beforgatnánk ezt a elhorgonyzó eszköznek biztos elhorgonyzó eszköz biztosító implantátumból kijövő részt beforgatnánk a palátum fele, és arra helyezünk el egy gömbretenciót. Ez nem volt egyszerű, és a legnagyobb gondot az jelentette, hogy különböző platformokon mozgunk, és de nem olyan egyszerű átadni az információkat egyik szoftverből a másiknak. Elkészítettünk egy ilyen tervet, ahol itt látható, hogy hova tervezzük be az implantátumot. Itt nyilván a részletekben nem szeretnék belemenni. Ezeket nyilván, aki implantálni szokott, ilyen képeket látott sokat. És akkor ezek után kapunk egy ilyen fúró sablonnak egy protokollt. Itt a különböző távolságokat ki tudjuk számolni, tehát a csont szintjétől, a gingiva szintjétől, a fúrósablon szintjétől, milyen irányba, milyen mélységbe tudunk befúrni. És elkészítettünk egy ilyen sablont, majd ezt a sablont elküldtük a cégnek, és akkor ők ennek segítségével készítettek számunkra és a beteg számára ilyen speciális transgingivális elemet. Ennek több fontos eleme van. Részint az, hogy nyilván ez egy szögmegtört elem. A másik, hogy a felső része az jól mutatja, hogy milyen pozícióban, milyen tengelyállásba helyezkedik el majd a végleges rögzítő eszköz. Látható, hogy még ez az elem még abban is segít, hogy itt van egy csavar, egy nyílás, és ezen keresztül lehet majd a segédeszközön keresztül rögzíteni a transgingivális elemet, és maga az implantátum behelyezéséhez megint egy speciális eszköz került kifejlesztésre. A itt lévő nútok, vagy bejelölések mutatják azt, hogy hol állnak a nútok, tehát hogy mélyen, több milliméter mélyen a gingiva szintje alatt merre tudjuk meg pozícionálni azt a transgingivális elemet. Ezek elkészültek, és akkor itt láthatók az első képek a műtéti procedúrákról. Itt a kiinduló képünk látható ezen az ábrán, itt pedig a sablon a fúróval, hogy tudjuk ezt a lebeny nélküli műtétet megvalósítani. Itt látható ezen a képen a sablon behelyezve, és ezen a képen pedig a fúrásnak a kezdeti időpontja. A orientáló fúró fúrás után pedig folyamatosan ellenőriztük azt, hogy milyen mélységbe tudtunk a csontba egy irányi csatornát kialakítani. Ez is egy nagy kérdés volt a műtét elején, hogy nem tudtuk azt, hogy mit találunk az arcüregbe. Egy olyan csont képződményt, ami puha, netán kötőszövetekkel átítatott, vagy pedig egy kemény csontot. Igazán azt mondom, hogy szerencse volt, hogy végig nagyon jó minőségű csontot találtunk, habár majd nyilván nyugtával dicsérjük a napot. Mindenesetre ezzel a sablon segítségével nagyon jól tudtuk pozícionálni a magasságot, az, hogy hol járunk, és
Természetesen utána röntgennel kontrolláltuk azt, hogy valóban beletaláltunk-e az arcüregben elhelyezett, korábban elhelyezett csontpotló anyagba. Itt láthatók a mérő eszközök, amit behelyeztünk a csatornába, majd itt látható az, mikor ezzel a plusz eszközzel pozícionáljuk és beforgatjuk a transzgingivális elemet. Itt látható a kezembe ez a kis elem, ami pontosan mutatja azt, hogy milyen tengelyállásba jön majd ki a végleges transzgingivális elemnek a végső síkja. Itt látható a transzgingivális elem, ami itt kívülről egy meccést ejtettem, itt ezen a képen látható paláton fele, és akkor beljebb tudtuk ezt a transzgingivális elemet forgatni a szájpadlás fele. És akkor itt látható a jelenlegi állapot, a műtét utáni állapot, amikor már rá van helyezve a gömbretenciós betegnek. A műtétet a közelmúltban végeztük el. Hát most várjuk a gyógyulási időszakot, hogy ennek ezután tudjuk elkészíteni a pótlását a betegnek. És hát megint így összefoglalva azt gondolom, hogy ennek az a különlegessége, hogy nyilván ezek nem ilyen rutin megoldásokkal nem implantálható betegek, rengeteg korábbi műtét volt, nagy heges szövetek találhatók a szájpadláson, a felső álcsonton, ezekből olyan könnyű lebenyeket, ahol röntgen alapján ilyen 5 mm-es, 8 mm-es vastag kötőszövetes nyálkahártya van, tehát ezekből nem lehet a rutin megoldások, kislebeny és feltárom, és a pozíciót se volt könnyű megtalálni, mert hogy milyen helyzetben legyen az implantátum, mert úgy kellett beletalálnunk a sablon segítségével a korábbi csontpótlásba, hogy igazán nem tudtunk szép, elegáns lebenyt csinálni, mint ahogy egyébként lehetne dolgozni. Összességében azt gondolom, hogy ezekkel a kiegészítő elemekkel, amiket a cég fejlesztett, direkt erre a betegre speciálisan, ilyen jellegű megoldásokkal sikerült most az implantátumot behelyeznünk, és megint hangsúlyozom, hogy ez azért lehetséges, mert a cég úgy hajlandó, a bionika hajlandó volt arra, hogy egyedi fejlesztésű, nyilván egy darab implantátum behelyezéséért egy plusz eszközparkot fejleszten ki, ami, hát nem mondom, hogy nem használható máshova, de azért alapvetően erre a feladatra lett optimalizálva. Tehát látható, hogy ebben az esetben is a csontpótlás az egy rendkívül fontos dolog, és a korábban behelyezett csontpótló anyagok még úgy tűnik, hogy mindig jól használhatóak voltak, és reméljük azok is lesznek. Ezért is foglalkozunk az egyetemen ilyen speciális beteg ellátáson kívül ilyen csontpótlással kapcsolatos kutatásokkal, munkákkal. Most a következőkben erről szeretnék még néhány gondolatot, néhány munkáról pár képet megmutatni önöknek. Van különböző munkacsoportjaink vannak a popótlástani és anyagtani tanszéken, bioanyagtani tanszéken, és akkor van egy biotechnológiai munkacsoportunk, ahol 3D printerelhető degradálbilis géleket szintetizálunk, fibereket, ez a fiber, ez úgynevezett nanofiberek, ezek ilyen membránszerű struktúrák, és ezeknek az alkalmazását vizsgáljuk. Ezek a rendszerek, ezek csontpótlásra lennének alkalmasak. Nyilván mi nem
gyártással foglalkozunk, hanem megpróbálunk olyan jellegű kutatásokat végezni az egyetemen, amik a későbbi fejlesztéseket és termékelőállításokat segítik. Különböző anyagokat használunk, tehát van egy alapmátrix, egy ilyen degradábilis kocsonya, úgynevezett hidrogél jellegű mátrixunk, és ebbe különböző anorganikus anyagokat, tehát bármit lehet be, mint egy kompozit belehelyezni. Mi ezekben a munkákban próbáltuk a beta-trikátium foszfátot, mint ilyen klasszikus, nagyon régóta ismert anyagot felhasználni. Ezen kívül van másik anyag is, amit használunk, az erogél, ebben szilícium található. Teljesen más a célja ezeknek az anyagoknak, tulajdonképpen az anorganikus anyag ebbe a kompozitba azt a célt szolgálná, hogy folyamatosan hosszabb ideig egy lassabb hatóanyag kibocsátást valósítana meg, és így tudná a csontosodást segíteni és gyorsítani. Nem egy egyszerű folyamatról van szó. A szilícium például egyértelműen korábbi közleményeink jelentek meg külföldi folyóiratokban, egyértelműen az egyes típusú kollagénnek a szintézisét segíti. A kálciumnak és a foszfát ionnak, anionnak meg megint más a funkciója. Tehát a kálciumnak számtalan feladata van az implantációban, tehát nem csak ilyen egyszerűen arról szól, hogy most a hidroxiapatit szintéziséhez legyen ott kálcium és foszfát anion, hanem az egész regulációs rendszer működéséhez, a véralvadáshoz, tehát számtalan területhez szükséges a kálcium, és ezért is nyilván jól használható, mint csontpótló anyag. Nyilván mindenki találkozott már, vagy látott már ilyen képet, ezt egy betegemből kivett implantátumon láttam meg legelőször, és látható, ez ilyen 10, nem tudom, 12-14 éve behelyezett implantátumon látható, hogy azok az ilyen műcsontok, műcsont szemcsék, azok ott vannak a felszínen, és szó nincs arról, hogy teljes mértékben csont képződne ilyen helyen, hanem olyan, mint egy üvegolvadék tapad fel az implantátum felszínére. Tehát nem olyan könnyű ezeket az anyagokat csak úgy simán berakosgatjuk, hogy berakjuk, egy kis vérrel átítatjuk, és akkor abból majd csont lesz. Tehát valószínűleg jóval komplexebb a folyamat. Az, hogy mennyire komplex, az nyilván mindenki tapasztalta már, de az előad több kongresszuson is hallottam ezekről előadást, és tehát érdekes volt, hogy voltak nagyon nagy nevű előadók, akiket hallgattam, és egymás után három előadó három különböző gondolatot mondott el, hogy kell ezeket készíteni. Nyilván valaki keveri apatit, beta-trikátium foszfát, van, aki saját csonttal, különböző százalékba, van, aki a különböző egyéb vérből vett sűrítményekkel operál, van, aki kötőszövet, tehát rengeteg megoldást látom, és mikor megmi hallgatja az ember az első ellentést, akkor az mondja, jaj, de jó, mert tudom, hogy kell csinálni, hogy jó legyen. De meghallgatom a másikat, aki teljesen más mond, akkor már az ember elkezd mérlegelni, hogy mit csinálják, mikor ugyanaznap meghallgatom a harmadikat, és ő teljesen más mond, onnantól kezdve az ember teljesen bizonytalan, hogy melyik a jó megoldás. Tehát valószínű, sok jó megoldás van, de jelenleg azért olyan receptet nem nagyon lehet adni, hogy melyik anyagot ki hogy használjon, és biztos, hogy ez minden esetben jól fog működni az ő praxisába. Maga, ugye nyilván ez a üzlet, ez egy óriási az implantológia világban, ez egy közleményből jelent meg, ahol itt a 2024-re látható, hogy hogyan
gondolják, hogy milyen mennyiségű implantátum van, és ez mekkora üzletet jelent. Rákerestem most az elmúlt napokban az internetre, és látható, hogy egy csontpótlással, és ebben benne van a traumatológia és az ortopédia, a fogászat is, 16 ezer közlemény, 16.700 közlemény jelent meg, itt pedig a fogászat ez valamennyivel kevesebb, de ez is rendkívül jelentős. Ez pedig megint egy ilyen jóslás, hogy 2024-re azt mondták, 5,2 milliárdos dollár milliárdos lesz az implantációs rendszereknek a bevétele. Tehát ez egy óriási üzlet, és ezért rengetegen foglalkoznak vele. Igaz, és maga az implantátum behelyezés, ha van csont, meg minden jó, akkor nem tűnik egy túl bonyolult dolognak, de hogyha már csontot kell valahonnan szereznünk, akkor egyre bonyolultabb. Az, hogy jó csont legyen, kellenek a sejtek. Ez egyértelmű, hogy a csontot nem az úgynevezett műcsont fogja adni, az csak egy támasz, az egy váz. Igazán kellenek a sejtek, mert itt látható ezen az ábrán is, hogy hősejtek, oszlóblasztók, kondrociták, amik csontvelőből, a vérből kerülnek oda, és azért azt igaz látni kell, hogy ez maga az egész folyamat, rögtön az első, az implantátum behelyezésekor, a csontpótlóanyag behelyezésekor, az első néhány percben, 10 percben sok minden eldől. Tehát ez egy rendkívül fontos, kritikus pontja a beavatkozásnak. És akkor kellenek úgynevezett graftrendszerek, amik vannak, és érdekes az, hogy ezen kívül, tehát ott vannak a sejtek, akkor van egy vázunk, ami mondjuk tehát a beta-ciklációm foszfát, vagy egy hidrogél, kellenek olyan szignalizációs molekulák, amik ezeket a sejteket abba az irányba motiválják, hogy csontot képezzenek, és csont legyen belőle. Nem szeretnék ilyen ábrákat részletesen bemutatni, csak jelzem azt, hogy tehát akik ezzel foglalkoznak, azok molekula szinten, gén szinten elemzik ezeket, hogy milyen folyamatokat indítunk meg akkor, amikor mondjuk a gyakorló fogorvos csak egyszerűen berak egy valamilyen csontpótló anyagot. Tehát maga a folyamatot rengetegen kutatják, és a bonyolultsága miatt van az, hogy valamikor valamilyen százalékban sikeres, valamikor valamilyen százalékban elképzelhető, hogy nem sikeres. Tehát nem mindig vezethető vissza egyszerű gondolatokra, hogy most rosszul raktam be egy varratot, nagyon meghúztam, nem húztam meg, ezek is fontos elemek, de maga az, hogy a csont hogy képződik, implantátum és meglévő csont között, csontpótlóanyag környezetébe, ezek nagyon bonyolult szignalizációs utak. Jelenleg különböző graftokat tudunk használni. Hát itt nyilván az ugyanabból a személyből kivett anyag lenne a legjobb. Tehát ez azt gondolom, ez a triviális dolog mindenki számára, hogy ezek a legjobbak. De korábban nagyon sokat használtuk a csípőtalaj, de hát a betegek azért nem őszintén nem igazán örülnek neki. A nagyon egy sebész kollégám nagyon kedvelte a káváriából kivett graftot, csak mindig mondtam neki, hogy azt akarjuk, hogy a beteg kirohanjon a rendelővel, akkor azt mondjuk, hogy a koponyáját meglékeljük, és egy kis csontdarabkát kiveszünk neki a szájába, akkor ez biztos út efele. Tehát a betegek azért ennek nem igazán örülnek, de hát van, mikor ez a legjobb megoldás. Nyilván az intraorális megoldások is járhatók, rácsúsból a rámusz környékéről vehetünk le csontot, de hát ezek azért limitált mennyiséget. Tudunk, nyilván ha kevesebb kell, akkor megint tudunk felszínről leszedni, vagy trepánnal kivenni, meg tudjuk őrölni, össze tudjuk keverni, tehát több megoldás van a gyakorlatban. Tehát ezek lennek a legjobbak, de nyilván azért halad a világ az irányba, hogy próbálnak olyan
olyan szintetikus rendszereket alkalmazni, amik nagy mennyiségben elérhetők, könnyebb őket alkalmazni, és a világ egyértelműen harad e fele. Ez megint egy ilyen összefoglalában, hogy nagyjából jelenleg a világ mit használ legtöbbet. A szürke az allografok mennyiség, és látod, a xenograft nagy mennyiségű, ez a két uralkodó rész, és a szintetikus graftok azok jelenleg még egy viszonylag kis mennyiséget foglalnak el, és csak rákerestem az interneten, nyilván ez nem akartam bemutatni mindent, és látható, hogy a különböző típusokban, hogy honnan, hogy állítunk elő, mit csinálunk, rengeteg termék elérhető. És akkor visszatérve hozzánk az egyetemre, a Debrecen Egyetemhez, egy munkánkat mutatnánk be, mi is foglalkozunk ilyen jellegű kutatásokkal, munkákkal. Ez egy olyan sajátos helyzet a magyar, tehát az egész PhD képzésnek, meg a kutatás finanszírozásoknak, hogy erről nyilván Magyarországon kevesen tudnak, hogy ilyen jellegű munkákat hogy végzünk, mert egyértelműen az a cél, hogy nagyon olvasott, nagyon rangos angol nyelvű folyóiratokba közöljük ezeket a közleményeket. Tehát a hazai szakma azért nem nagyon olvassa, vagy nem találkozik ezekkel a közleményekkel. Most egyet mutatnék be ezek közül, és csak úgy érdekességképpen mondom, hogy ezekben rengeteg munka van, tehát egy-egy ilyen közlemény, láthatók a szerzők ebbe a közleménybe, nagyon sok időt ölnek bele, és rengeteg pénzt. Tehát egy-egy jó közlemény, amit manapság elkészítünk a munka hozzá, nyilván ezeket részleteiben nem akarom majd most bemutatni, ezek azért 10 milliós, több 10 milliós nagyságrendű ezek a egy-egy ilyen közlemény, és sok esetben úgy van, hogy dolgozunk 2 évig egy-egy ilyen közleményen, és nem mindig garantált, hogy jó eredményünk lesz, meg jönnek azok az eredmények, amiket elvártunk. Egy-egy külföldi nagy egyetem, tehát a nagy angol-amerikai egyetemeknél, vagy német egyetemeknél is, svájci egyetemeknél is, tehát félelmetes pénzek kerülnek be egy-egy ilyen közleménybe, amit nyilván a gyakorló fogorvosok nem találkoznak ezekkel, és nem igazán tudják ezeket hova rakni, de itt a milliók, a tízmilliók tudnak repkedni a különböző bonyolult vizsgálati módszerek miatt. Na most visszatérve erre a munkára, tehát ebben a munkacsoportban közelmúltban jelent meg egy közleményünk, ez egy ilyen nanofiber, nanoszálas közlemény, ami ilyen membránszerű anyagokat állítottunk elő, és hát sokan szerepelnek benne, és benne vannak a PhD hallgatóim, akik ilyen levelező PhD helyzetben vannak, státuszban nálam, a laboratóriumban, a Boda Robi, a Détót Etelk, ki van még benne, aki nálunk van, az Adrien, Tóth Adrien, Horváth Andi, tehát a szájsebészeinkkel együtt csináljuk ezeket, de hát ezen kívül látható, hogy rengetegen dolgoznak egy-egy ilyen munkában. Ez a munka az nagyjából abból állt, hogy említettem, hogy vannak különböző töltőanyagaink, ezek ilyen szilárd anyagok, amiket megőrlünk, ilyen például a beta-trikálciumfoszfát erogél együtt, igaz, tehát ahol van kálcium, van foszfát, meg van szilícium egy ilyen rendszerbe, majd ezeket összekeverjük, bekeverjük egy ilyen degradábilis hidrogélbe, majd egy fecskendőn keresztül egy ilyen fémlapra szórunk fel, és akkor ebből látható, hogy ilyen nanofiberek alakulnak ki, tehát ilyen szövedék alakul ki, és a szövedéket vizsgáljuk különböző kémiai módszerekkel, majd ezeket berakjuk ilyen patkány
Káváriába, ugye ez egy kritikus méretű, critical size defect model, be, és különböző eszközökkel vizsgáljuk, hogy mennyi volt, hogyan csontosodnak be ezek a kialakított üregek. Itt látható, talán jobban megérthető legyen, hogy egy ilyen egy erogél az hogy néz ki. Ezek a sárga területek, ezek a beta-trikácium foszfátot jelölik, ez a tömörebbnek rész, láttűnő rész, ez pedig a szilika, a szilícium dioxidot tartalmazó mátrix. Ez az erogél, ez egy nagyon speciális anyag, használják rendkívül sok helyen, egy rendkívül könnyű, talán, hogy könnyebben megérthető legyen, a habcsókhoz tudnám hasonlítani, tehát egy ilyen nagyon jó szigetelő, nagyon különleges anyag, rengeteg helyen használják az iparban is. Ebben az esetben nyilván azért használható ilyen jól, mert lehetőséget teremt arra, hogy ebből a kompozitból szilícium, kálcium és foszfát tud folyamatosan kiszabadulni. Itt látható a kép bal oldalán ez a membrán, amit így előállítottunk, tehát ez egy ilyen kis szövedék, ez olyan, mint egy ilyen kis teflon szallag, egy rendkívül könnyű, ilyen kis flexibilis anyag, és itt látható a különböző scanning elektromikroszkópos képeken, ezek ilyen nanoméretű, 100-200 nanométer átmérőjű kis szövedékek, amiket kialakítunk, és akkor ezekbe találhatóak a különböző erogél szemcsék, amiket megőrültünk. Ezen a képen, a jobb oldali képen pedig az látható, hogy egy ilyen szövedék, amire a sejtek, egy ilyen bölcsességfog eredetű őssejteket helyeztünk el, és látható, hogy a bölcsesség, ezek a sejtek hogyan kötődnek hozzá ehhez a szövedékhez, ahonnan folyamatosan tudják felvenni a szilíciumot, a kálciumot és a foszfát ionokat. Ez az állatkísérletes modell, 1 és 3 és 6 hónaponként vizsgáltuk az állatokat, és 3 nagy csoportot alakítottunk ki. Van egy kontrollcsoport, ez egy olyan csoport, amiben semmit, csak az luk van a állatnak a káváriájába. Van a beta-trikálciumfoszfát, és itt pedig a beta-trikálciumfoszfát erogél tartalmú rendszer. Ezeket hasonlítottuk össze, és ezek láthatók, ezek ilyen úgynevezett hím-visztár patkányok voltak, amikbe elvégeztük a beavatkozásukat. Itt látható maga a műszaki procedúra. Azért kell ez a úgynevezett 8 mm-es üreg, mert hogyha kisebb, akkor önmagában is nagyon gyorsan begyógyulnak ezek a csontsebek. Itt ebben az esetben aztán itt volt a trepánnal kialakított üreg, majd itt látható, hogy behelyezzük, amikor kiemeltük a csontblokkot belőle, és akkor behelyezzük a scaffold anyagot a kis állatnak a fejébe. És hát itt láthatók a végeredmények. A baloldali képen egy CT felvétel látható, egy ilyen mikro-CT felvétel, és itt az első sorozatban az első hónap, 3. hónap, 6. hónap látható, és itt látható ezen a képen a beta-trikáciumfoszfát, utána a gyógyulásnak a folyamata, itt pedig a beta-trikáciumfoszfátot és erogél tartalmazó rendszernek a gyógyulása. Látható, hogy a 6. hónapra szinte teljesen be tudott ez a terület gyógyulni, ez azt jelzi, hogy mind a két anyag jól használható, de talán valamelyest a erogél tartalmú, tehát a szilícium tartalmú az jobb anyag, sikeresen. A jobb oldalon megint egy másik módszer látható, egy ilyen izotópos módszer, amivel vizsgáltuk a gyógyulási folyamatát, és ott is ugyanezeket látjuk meg. Itt látható a patkány kávária egy szagitális metszetbe, és ahol a piros nyilak vannak, itt vannak azok a kialakított üregek, amiket
amiket utána pótoltunk, és akkor látszik folyamatában, hogy gyógyul ez a kis üreg befele. Itt láthatók a beta-trikátium-foszfát, itt pedig a beta-trikátium-foszfát erogél, tehát a szilíciumot tartalmazó minták, és látható, hogy nagyon szépen becsontosodik a hatodik hónap végére az így előállított scaffold anyag. Tehát ezek olyan anyagok, amik ilyen membránszerű anyagok, amik segítik az alatta lévő sebnek, vérömlennek a csontos átalakulását. És ez a szövettani kép, ebből is csak ennyit szeretnék mutatni. Ez egy nagyon nagy kérdés, hogy itt a csontosodás hogy indul meg, mikor egy ilyen részt kialakítunk, egy ilyen csontot szeretnénk valahova növeszteni, ez lehet színusz eleváció, bármilyen más megoldás. Igaz, akkor kétségtelen, hogy oldalról érkeznek a leghamarabb meg a szignalizációs molekulák, de ez teljesen érthető is, tehát mikor van egy kihúzunk egy, extrahálunk egy fogat, igaz, akkor az extrakció seb is egy fél év, egy év alatt szépen feltelődik, és a szervezet önmagától tudja, hogy miből lesz spongióza, miből lesz kortikális csont, miből lesz periosteum, tehát ezek a szignalizációs molekulák küldik az ingereket, és ez az átalakulás, ez szépen megindul. Az volt az érdekes, ezt a munkát, mikor nézegettük a szövettant, hogy ott, ahol csak beta-trikátium foszfát volt, viszonylag gyorsan megindult a csontosodás, de egyértelműen oldalról kezdett, tehát a körnek a széléből kezdett növekedni leginkább a csont, vagyis ez a front, ez valahol itt található mindig. Abban az esetben, amikor szilíciumot is tartalmazott ez a kis membrán, abban az esetben viszont ilyen csontszigetek alakultak ki, és nem csak oldalról indult meg, hanem magában a grafban ott is megindult a csontosodás. Tehát jelentős különbség van a két anyag csontosodási modelljében, és ez azt vetíti előre, hogy ezt a szilíciumot célszerű lenne felhasználnunk. Na most azért hozzá kell tenni, rengeteg más ionnak van még nagyon jótékony hatása a csontosodásra, vannak antibakteriális hatású ionok is, mint például a cink, a csontosodáshoz még nagyon jótékony hatású, például bizonyos magnézium jónak, de sok mindent lehet próbálgatni, meg próbálnak is a világban rengeteg, ahogy mutattam a közleményeket, rengetegen foglalkoznak vele. Itt azért nyilván mi Debrecenben, meg Magyarországon a nagy amerikai angol egyetemekkel azért, hogy mondjam, szerényebb anyagi lehetőségek között dolgozunk, de úgy érzem, hogy nagyon jó eredményeket tudtunk elérni az elmúlt időszakban ezekkel a munkákkal, és én azt gondolom, hogy előbb-utóbb ezekből termékek tudnak válni, és lesznek majd olyan magyar cégek, akik ezeket a rendszereket, amiket mi fejlesztünk, majd tovább viszik, és előbb-utóbb produktum lesz belőle, amit a betegeknél tudunk alkalmazni. Tehát úgy röviden összefoglalva a mai alkalmat, én azt gondolom, hogy a csontpótlás egy rendkívül fontos dolog, és egy-egy ilyen betegnél, mint amit mi is bemutattunk, az, hogy egy nagyon régen behelyezett csont területbe betaláljunk, ez meg kellenek olyan speciális eszközök és olyan egyedileg fejlesztett rendszerek, mint amit mi is bemutattunk, amit a szájpadhasadékos betegünknél alkalmaztunk. Tehát én azt gondolom, hogy ezeket nagyon örülünk annak, hogy egy ilyen
ilyenbe partnerek lehettünk, meg nekünk partnerünk volt a Bionika cég, és segített bennünket ebben a munkában. Hát bízom bennem, hogy még több ilyen esetünk is lesz, és több betegnek is tudunk segíteni ilyen jellegű műtétekkel. Ezek különlegesek, nem rutinszerű beavatkozások. Ezek, én azt gondolom, hogy nyilván nem az alap, a egyszerű magárendelői ellátásba tartozó betegkörök, de én azt gondolom, hogy nagyon boldogok vagyunk, amikor tudunk segíteni, és úgy megy ki a beteg a rendelőből, akinek azért az egész élete nem túl egyszerű volt, hogy mosolyog, és úgy érzi, hogy most egy új pótlással jobb minőségű lesz az élete. Én azt gondolom, hogy a mi szakmánkban ezek a legboldogabb pillanatok, és ezért érdemes dolgoznunk. Én akkor ezekkel a gondolatokkal búcsúznék el, és én azt gondolom, hogy néhány olyan dolgot el tudtam mondani, ami majd segíti a napi munkát is, vagy legalábbis a szemléletet tudja formálni, hogy lássa mindenki azt, amilyen, hogy egy-egy ilyen anyag, amit berakunk, a mögött íratlan mennyiségű emberek tízezrei dolgoznak rajta, hogy egy-egy ilyen kis üvegből kiveszünk egy kis granulátumot, és úgy berakjuk az arcüvegbe, vagy bármelyik olyan helyre, ahol ezt szükségeltetik. Köszönöm a figyelmet, és további sikeres betegellátó tevékenységet kívánok a kollégáknak, és hát értelemszerűen a rendezvényhez is azt kívánom, hogy sok-sok érdekes dolgot hallgassanak meg, vagy halljanak meg. Köszönöm szépen!